Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Kovács Miklós vegyészmérnök a mai vendégem, de róla mindenki tudja, hogy én olyan emberekkel beszélek, akikkel valamilyen szinten a pálinka köt össze, és neked a hátteredben is ott van egy különleges masina, de először arra kérlek, hogy te is mutatkozz be vegyészmérnökként és egyébként is. Hát köszöntelek téged és a követőidet is. Mondjuk vegyészmérnökként bemutatni, azt mellőzzük szerintem, vagy bemutatkozni, azt most mellőzzük, mert erre nem készültem, de egyébként 2011 óta vagyunk itt Vigán Petenden, és akkor kezdtük el a főzéseket egy zöldmezős beruházásként létrehozott saját tervezésű berendezéssel, és hát meglehetősen kanyargós úton jutottunk idáig, hiszen 92-ben kezdtük a pálinka főzést Hidegkúton, az nem messze van ide az a falu, Veszprém környékéről beszélünk, és hát ott egy hagyományos fatüzeléses, szimpla falu kisüsti berendezésen főztem én bérbe a pálinkát jó pár évig, és hát az ott szerzett tapasztalatok, illetve a szakirodalomnak a tanulmányozása után döntöttem úgy, hogy kicsit más úton fogunk haladni itt, és akkor született meg annak az ötlete, hogy csináljunk egy kicsit magasabb technikai színvonalon álló főzdét, mint a hagyományos kisüsti, amilyen volt. Hát röviden így kerültünk ide, és most már jó pár éve, ugye lassan 10 éve gyűrjük itt az ipart. Én közben megosztom a képernyőmet, és megmutatom azt a büszkeségemet, ami ugye egyszer mi találkoztunk élőben, és akkor beszéltünk, és született egy blogbejegyzése arról, amikor mi ott egy délután végigbeszélgettünk a pálinka jelenlegi és jövőbeni helyzetéről, meg láttam a rendezést is. És ugye ti vegyészmérnök házaspár vagytok, és igazából ketten csináljátok a feleségeddel ezt a vállalkozást most. És kezdjük onnan, hogy ti vagytok azon kevesek, akik kizárólag a kereskedelmi főzde vagytok. Hogy először én azt szeretném, ha beszélnénk a berendezésről, és tudom, hogy aki elmegy hozzád, az megnézheti, de amúgy ilyen azért sok ezer fénykép nem készült róla. Hát a honlapunkon láthatók fényképek, de ha gondolod, itt is meg tudjuk mutatni. Hát Miklós, hogyha a technika megengedi, akkor lehet, hogy jót teszünk vele. Húha, ez nagy. A menüt kéne tudnom ez az. Aha. Ja, mert én most nem látom magamat, úgyhogy jó lenne, hogyha kommentálnád. Igen, hogy... én látom a üvegeket, a jó kis Fülig Jim is. És... Na jó, akkor viszont ez nem tudom, miért így alakult, de én nem látok semmit abból, aha, amit mutatok. Nem tudom, hogy látszanak ezek a saváló... Igen, látszanak. Na, itt megjegyzem azért, hogy a saváló itt nálam minden csak hőszigetelő burkolat, illetve mondjuk a hűtőknek a külső köpenye készül saválóból, ami érintkezik a pálinkával. Elég nehéz úgy mutatni kamerába valamit, hogy én nem látom, hogy mutatok. Na, lassan körbeérünk a főzdén. Igen, igen, igen. Na, és akkor visszaváltanék én az előkamerára, ha sikerül. Jó? Igen, sikerült, nagyszerű. Na. Jó volt a körbevezetésed, Miklós, tehát hogy láttuk, nagyjából mindent láttunk, amit... Na, szóval visszatérve itt a koracél meg a részkérdésére, a tervezésnél egy alapvető szempont az volt, hogy a pálinka gyártás során háromféle anyagot használunk fel, ez a réz, a fa és az üveg. Ugye az erjesztés nálunk beton, földbe süllyesztett beton tartályokba történik, 12 kilométeresek,
amíg belül csempével, üvegcsempével vannak burkolva. Így az erjesztés már üvegben történik, aztán az előbb, ahogy ugye, körbevittem itt a kamerát, látszik, hogy a berendezések részből vannak, a hűtők is belül, és hát a fa ugye az éledés során lép a történetbe. Tögyfa hordókban, pincében érleljük a pálinkát, minden pálinkát, és nyilván palackozáskor újra üvegbe kerül, tehát üvegbe kezdődik, üvegbe nem végződik, de nálunk abba végződik, utána nyilván majd nemesebb helyre kerül a vásárlóknál. Na, hát ez volt körülbelül az alap történet, és hát erre jöttek rá olyan apróságok, hogy a hagyományos kisüstinek a kétszeri lepárlását azt meghagytuk, illetve ott egy olyan változtatást csináltunk, hogy ugye általában a finomító üst az ilyen fele térfogatú szokott lenni a főző üsthöz képest, ami nyilvánvalóan egy bérfőzésnél praktikus, hiszen az egyik legfontosabb szempont a bérfőzető számára, hogy senkivel össze nem merje a bérfőző keverni az ő cefréjét, mert az csak ronthat a helyzeten. Ebből következik, hogy itt legalább 100 000-200 000 legjobb cefre van Magyarországon. Ugye, és emiatt alakult ki ez az üstarány a bérfőzdékben. Nagy kérdés az, hogy ez a pálinka minőségének a igényével mennyire találkozik. Hát elég nagy szerencsének kéne lenni ahhoz, hogy ez a pont, ez a két feltétel egybe essen. És én úgy gondolom, hogy ez nem is jó a pálinkának kifejezetten, hogy ilyen kis mennyiségben dolgozunk vele, hiszen ha megnézzük a világba a sikeres égetett szeszeket, akkor azt látjuk, hogy mondjuk a konyakfőző is több 2,5-3 000 literesek, a vízkifőző berendezések az inkább 15 000-nél kezdődnek. Tehát lényeges szempont a finomítás során, hogy mekkora, illetve a főzésnél is, hogy mekkora berendezésben dolgozunk. És hát ennek megfelelően, bár ezeket az említett méreteket nyilván nem tudtam megugrani, mert ahhoz azért kicsit komolyabb piac is kellene, én dupla akkora finomítót csináltam, mint amekkora a főzőüst. A főzőüst 300 literes, finomító 600, és ez azt jelenti, hogy 8-10 főzést finomítunk egybe, ami a bérfőzésben elképzelhetetlen. Többek között ezért sem főzünk bérben pálinkát, nem mint hogyha egyébként vágytam volna rá. Volt benne részem épp elég, meg a belejáró problémákkal is. Úgyhogy most az a helyzet, hogy ez a 8-10 főzet egyszerre van finomítva, aminek rengeteg előnye van. Leginkább ugye az a fő szempont itt, hogy minél jobban el tudjuk választani a kívánatos és a nem kívánatos komponenseket. Hogyha ezt nagy mennyiségben csináljuk, akkor pontosabban tudjuk megtenni, mint ha kicsibe. Aztán emellékes a tartózkodási idő. Nálam a finomítás az 8-10 órát tart, ellentétben a főzéssel, ami viszont nagyon gyors a kis térfogat miatt és a fűtésnek a módja miatt, ugyanis direkt gőzzel fűtjük a főzőüstöt, és ez azt jelenti, hogy egy óra alatt egy 300 kilós töltet az átdesztillál, illetve hát arról mondjuk egy 40-50 liternyi alszesz, és hát ezt összegyűjtve ugye egybe finomítjuk, amiből itt 250-300 liter pálinka lesz egy főzésre. Na hát, és nyilván ez főzés után olyan
70-75% közötti szesz keletkezik, amit aztán 65-70 közé higítunk, és úgy töltjük be a hordókba élelni, és hát próbálnánk minél hosszabb jelenési időt elérni, hát ez nyilván pénzkérdése. Mondjuk itt, hogyha megnézzük a skót whisky adatait, akkor azt látjuk, hogy évente kb. 750 millió litert forgalmaznak, és a skót pincékben jelenleg 7,5 milliárd liter whisky élelődik, amiből mondjuk kapásból könnyen kiszámolható az átlagos élelési idő, az 10 év. Na hát ez a másik nagy veszőparipa, ugye az állandó minőség. Ehhez kell a sok évjárat, és ezeknek az évjáratoknak a keverhetősége. Véleményem szerint a pálinkának ez az egyik legnagyobb hibája, hogy ahány főzés, ahány év, annyi minőség és annyi féle ízvilág. Ez persze lehet érdekes is, de hogyha fogyasztói szemből nézzük a dolgot, akkor hát valljuk meg, mi is azt szeretjük, hogyha valami megtetszett, valamilyen termék, akkor szeretnénk ahhoz hozzájutni fél év múlva is, ugyanolyan minőségbe, egy év múlva is, meg két év múlva is. És hát ez nagyon hiányzik a pálinkából. De lehet, hogy egy kicsit előre szaladtam a főzde bemutatásához képest, úgyhogy várom a kérdést. Igen, elslisszantunk amellett, hogy miért nem volt jó neked egy rendes főzőberendezés, ami a piacon elérhető volt, hogy miért kellett ez a Dexter laboratóriuma, nem akar, ez csak pozitív értelembe, és hogy ez teljesen a te ötleted, vagy pedig valami szakkönyvből láttad ezt meg? Na hát, ugye itt a fő okosság ebbe a főzdébe, abban a hosszú oszlopban, a hosszú vékony oszlopban van, ezt ugye marketing nyelven ilyen szuper aromátor, meg hiper, szuper, top, meg felső, meg minden jelzővel lehet illetni, de alapvetően szakmailag egy rektifikáló oszlopról van szó. És hát rengeteg helyen használják az iparban, többek között, például Szászhalombatta mellett, ha valaki elmegy, akkor ilyen hatalmas tornyokat láthat. A kőolaj finomításnak az egyik alapberendezése. Ott fizikai oldalát tekintve ugyanaz a folyamat zajlik, mint a pálinka gyártásnál, hogy sok komponensű elegyet forráspont különbségük alapján válogatnak szét. És hát büszkén mondhatjuk szeszesek, hogy ez a mi találmányunk, hiszen ez a szabadalom, ez 1830-ban született, egy Eneas Caffi nevű írfigura követte el, és hát nyilván akkor a kőolaj még sehol sem volt. Úgyhogy ezt a szeszipar alkalmazta, ezt a technológiát először, és hát ennek megfelelően elég szomorú, hogy a 1990-es évek végén, 2000-es évek elején jött be Magyarországra a pálinkaiparba először ez a technika, illetve ez így ebben a formában nem igaz, ugyanis a Magyar Királyi Vegyipari Gépgyár már az 1910-es években forgalmazott ilyen elven működő lepárló berendezéseket. Igaz, hogy nem gyümölcszefréhez, hanem borhoz, de onnan már csak egy lépés lett volna a gyümölcszefre. Aztán ez, gondolom, a világháborúk és az utána jövő igényes társadalmi berendezkedés miatt hát a háttérbe szorult, és mivel a pálinka főzés lekerült a falvaknak a szintjére, ott sem szakmai, sem technikai feltételek nem voltak meg annak, hogy ezt a technológiát üzemeltessék a bérfőzdék.
Úgyhogy ez Csipke Rózsika álmát aludta közel 100 évig, ez a technológia nálunk, illetve a szabadalmi bejelentéstől számított 200 évig közel. És hát nyilvánvaló volt, mondjuk ugye az azért szakirodalomból, meg az ember kicsit utána nézett a dolgoknak, az látszott, hogy nyugaton ezt nem felejtették el, és nem véletlen, hogy mondjuk Ausztriából, illetve Németországból szivárgott vissza ez a technológia, hiszen először a Krisztián Károly meg a Kote berendezések voltak azok, amik ezt a technológiát képviselték, és ugye oszlopos lepárló néven hát jött be a köztudatba, és az látszik, hogy mennyivel többet tudnak a hagyományos kisüstihez képest, hogy ez egyre jobban elterjed, még olyanok között is, akik megáltalkodott kisüsti hívők, mert már tudom, hogy például a Csaló Jenőnek is van ilyen berendezése, bár szerintem ő volt az egyik leghangosabb és legelkötelezettebb híve a hagyományos kisüstinek, de hát lábnám, ugye az erő is észrevette, hogy ezzel lehet olyan dolgokat művelni, amit egy hagyományos kisüstivel nem. Ugye itt az alapvető történet, hogy a cefrénk az egy, hát mondjuk ki nyíltan, az egy szemétdomb, egy hullahegy, ahol elhalt gyümölcssejtek, elhalt mikroorganizmusok tömkelege, leledzik, és hát amíg éltek ezek a mikroorganizmusok, addig nem csak kiváló komponenseket gyártottak, sőt mondhatnánk, hogy igazán az alkoholon kívül, amit nekik köszönhetünk, a többi melléktermékük az nem nagyon kellene nekünk, hiszen jó lenne a gyümölcsöt minél közelebb a gyümölcs állapotához, a gyümölcs aromákat minél közelebb a gyümölcs élő állapotához visszaadni. Hát sajnos ez meglehetősen nehéz feladat, hiszen, és hát ugye ezért van az, hogy misztifikáljuk egy kicsit ezt a pálinkagyártást, mert olyan nagyságrendű, különböző kellemetlen és kellemes illatú, aromájú vegyületeket tartalmaz ez a cefre, amit ember nem igazán lát át. Egy apró adatot mondanék ehhez. Viszkinél csináltak ilyen mérést, hogy megvizsgálták, hányféle vegyület alkotja a viszkit, és több mint 1000 különböző vegyületet tudtak benne azonosítani. De utalhatnék itt Hágerveres Ádámnak a napcsókot, a kajszibarac aromája című cikkére, aki egyébként az Aromagyártó Kft.-nek az igazgatója volt, meg lehet, hogy még most is az, mindenesetre a cikk, amikor megjelent, akkor az volt. És ők a ceglédi óriás kajszit vizsgálva legalább 294 aromaalkotó vegyületet tudtak kimutatni a kajsziban. Na most ez olyan, ugye hozzáadva még a erjesztést, ami szintén egy meglehetősen bonyolult mikrobiológiai folyamat, illetve hozzáadva a desztillációt, amit ugye magas hőmérsékleten végzünk, és az ott lejátszódó reakciókat, akkor a végén azt látjuk, hogy itt rettenetesen összetett rendszerről van szó, amiből ki kéne szórni azokat, amelyek a minőséget rontják. És hát ehhez egy óriási segítség ez a rektifikáló oszlop, vagy szuper aromátor, ahogy jobban tetszik. Ugyanis azt tudja, hogy míg a hagyományos kisüsti berendezés az olyan anyagokat tud szétválasztani jól, amiknek a forpont különbsége legalább 30 Celsius fok. Addig egy ilyen oszloppal, nyilván a hosszától függően, meg a kialakításától függően szinte tetszőleges közelségbe tudjuk tenni azon anyagoknak a forpontját, illetve hát nem a forpontot tesszük, hanem az elválaszthatóságot tesszük.
közel egymáshoz, tehát a közeli forráspontból anyagok is szétválaszthatók vele. Így megteremthetjük annak a lehetőségét, hogy kidobáljuk azokat az alkotó elemeket, amik elrontanák a pálinkának a illatát, ízét. Na hát körülbelül erről szól ez a történet, és hát mellette még a rész, ami nagyon fontos, nem véletlenül, hogy se konyakgyártók, se viszkigyártók nem tértek át a koracélnak a használatára, ellentétben a magyar pálinka gyártással. Ugyanis a fémek azok katalizátorként vesznek részt az itt lejátszódó kémiai reakciókba, és hogy milyen irányúak ezek a reakciók, és milyen vegyületek között jönnek létre, és mik keletkeznek, abban óriási szerepet játszik a fém. És mivel katalizátor, ugye, ami olyan, mint egy kerítőnő, fogja a párokat, összeadja, aztán megy a következő, őket is összeadja, tehát ő maga gyakorlatilag érintetlenül száll ki a buliból, csak a szerencsétlenül jártak, kötődnek utána egymáshoz, egy életre, és hát ez azt jelenti, hogy nagyon kevés fém elég ahhoz, hogy teljesen más irányba vigye az italnak a aromavilágát, és hát mondom még egyszer, nem én találtam ki ezt a résztörténetet, hanem szét kell nézni a nagyok között, akik mondjuk már sokkal komolyabb és sokkal hosszabb idejű tapasztalatokkal rendelkeznek nálunk, és ráadásul sokkal nagyobb pénzekkel, mondjuk beruházást tekintve is. És hát ők még mai napig hagyományosan részberendezésekbe főzik a pálinkát, illetve ugye fahordóba tárolják, és nem koracéltartályokba. Na hát körülbelül ennyi az itteni technológiának a rövid summázata, és hát nyilván az, hogy ez mennyire jön be, meg mennyire sem, hát azt a pálinkák reprezentálják, és azon keresztül lehet lemérni. Igen, Miklós, én nem tagadom, és nyíltan kimondom a követőimnek is, meg bárkinek is, hogy én nagy rajongó vagyok a Fülig Jimmy sorozatnak is, meg a Piszkos Fred sorozatnak is, és bármikor a barátaimat meglettem egy üveg Fülig Jimmy-vel, vagy Piszkos Freddel, senki nem küldött el, hanem mindenki azt mondta, hogy micsoda különlegesség, és amúgy a hétköznapi idézőjelben pálinkához képest, ez tényleg egy unikum, hogy ezzel a szóval éljek. De hogy arról beszéljünk, Miklós, hogy te vagy az, ugye az egyrészt, te vagy az a főzde, aki csak kereskedelmi főzde, nagyon kevesek egyike, és a másik dolog pedig te vagy az a, vagy ti vagytok az a főzde, a Vigán Petendi főzde, akik kizárólag érlelt pálinkákat hoztok forgalomba. Ennek mi az oka, mi a döntés háttere? Hát igen, ez az egyik legnehezebb kérdést érinti ennek a háttere. Ugye alapvetően honnan is indul ez a pálinka történet? Magyarország legalábbis idáig, és remélem még egy darabig olyan kellemes éghajlati viszonyok között van, hogy nagyon jó minőségű gyümölcsök teremnek a kertészetekben. És hát ennek megfelelően alapanyag oldaláról, hogyha mondjuk a pálinkákat nézzük, vagy inkább ne is a pálinkákat, mert ugye kicsit szélesebben a világban akarom tekinteni, akkor a gyümölcspárlatokat, ha nézzük, akkor nagyon kellemes helyzetben vagyunk alapanyagot tekintve. Ehhez mérten a pálinka az sehol nincs a világban. Már konkrétan nyilván a magyar pálinka, mert ez a kettő ugye nem azt mondom, hogy üti egymást, hanem hogy meg azt sem mondhatjuk, hogy szinoníma, de ugye nyilván
pálinka csak magyar lehet, más gyümölcspálatot nem lehet ezen a néven illetni, de az a helyzet, hogy én úgy gondoltam, amikor ennek nekiálltunk, hogy lehetne ez másképp is, és lehetne a pálinka egy kicsit ismertebb a világban, és egy kicsit komolyabb polcon lehetne elhelyezni, mint ahogy van. De ehhez, hát amit már említettem, kellene ugye állandó minőség, kellene hozzá nagyobb mennyiség, és hát ez mondjuk nyilván se a magánfőzésben, se a bérfőzésben nem elérhető. Ez kizárólag kereskedelmi vonalon lehetne elérni, amennyiben a kereskedelmi főzdék meg tudnának úgy erősödni, hogy erre egyáltalán lehetőségük legyen. De addig, amíg hát nyilván pontos adatokat nem lehet mondani, mert az otthon főzött pálinkának a mennyiségére csak közelítő adat van, bár nem túl rossz közelítés van rá. Történetesen, hogy 2010 és 13-at összehasonlítva 12 millió liter égetett szesz tűnt el a kereskedelmi forgalomból. Valószínű, ugye 10-ben lett liberalizálva a pálinkafőzés, onnantól szabad otthon főzni. Feltételezve, hogy nem ittunk kevesebb égetett szeszt 13-ban, mint 10-ben, akkor ez a 12 millió liter égetett szesz, ami nyilván mindenféle szeszt jelent, már tömény szeszt. Ez az otthon főzésben állítodott elő, ehhez hozzáadva körülbelül 9 millió liter, most 50%-os pálinkáról beszélek, tehát 50%-os szeszről beszélek, arra van átszámítva, mert nyilván ezt hektoliter fokba adják meg, de hogy érthetőbb legyen, ez ilyen 50%-ra konvertáljuk át, tehát 9 millió liter bérfőzetet szesz, ami ugye pontosan dokumentált, tehát ezt pontosan lehet tudni, ami azt jelenti, hogy durván 21 millió liter pánika keletkezik Magyarországon, magán és bérfőzésben, illetve ehhez, hogyha oda tesszük a 2,7 millió liter kereskedelmi főzést, az mondjuk a teljes pánika gyártásnak a 12%-át sem éri el. Na most ilyen viszonyok között elég nehéz elképzelni, hogy mikor fog valamelyik kereskedelmi főzde mondjuk arra a szintre tud jutni, hogy komolyabb világpiaci álmokat dédelgessen. Tudom, hogy vannak, akik szállítanak kisebb mennyiségeket ide-oda Japánba is. De hát azért, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy a whisky, a skót whisky, csak a skót whisky, az 750 millió liter évente, és nyilván azt nem ők iszák meg, hanem mondjuk a világban exportálják, legalábbis a nagyon-nagyon nagy részét, akkor azt kell mondjuk, hogy a pálinka az sehol sincsen. És hát én azért mondom még egyszer, azért álltam neki ennek az iparnak, a kereskedelmi főzésnek, mert úgy gondoltam, hogy óriási lehetőség van benne. De ahhoz, hogy ez a lehetőség reális legyen, ahhoz hát itthon kellene arra a szintre eljutni, hogy mondjuk ilyen millió literes világpiaci megjelenéshez valaki fel tudjon nézni. Hát ezt őszintén szóval nem nagyon látom most már így a 10 év után. Hát akkor Miklós, akkor ha jól értem, akkor a döntés háttere az, hogy ezzel lehet egy olyan, tehát a hordós érleléssel gondoltad, hogy azzal lehet egy olyan terméket előállítani, ami világszinten is elismert, vagy elfogadható? Ja, erről nem beszéltem, a hordós történetről. Szóval a hordós dolog, azt meg azért kezdtem el, nem találtam én így kieszenciálisan új dolgokat, hanem körülnézel a világba, és mit látsz? Kétféle módon lehet égetett szeszből állandó minőséget elérni. Az egyik a vodkának az útja,
a másik meg a hordós érelés, amit követnek a rummal, a konyakkal, a viszkivel. Gyakorlatilag mondjuk megemlíthetnénk ugye itt a schnapsot is, a német schnapsot, de szerintem azért ez nem világhírű. Tehát az nincs ott minden koktélbárnak a polcán, viszont elemben a többi az megtalálható. Most nyilvánvaló, hogy a vodkának a technológiája az a gyümölcspálinka esetében nem alkalmazható. Egyébként a legzseniálisabb égetet ezt megtartom, a vodkát, mert hogyha megnézzük, hogy milyen olcsó alapanyagból, milyen gyorsan állandó minőségbe meg tudják teríteni vele a világot, ugye ott a gyárba bejön a gabona, és egy hét múlva már 20 országgal odébb a polcon tud lenni. De hát ugye, mivel aktív szenes szűrést használnak sokszor itt az egyes lepálási lépések között, ami nem szelektív adszorber, ami azt jelenti, hogy nem csak a kellemetlen aromákat, hanem a gyümölcs aromákat is kiszedni a pálinkából, nyilvánvalóan ezért a vodkának a technológiája az nem alkalmazható nálunk, mi marad. A hordós érelés, ami nem azért, vagy nem csak azért van a hordós érelés, mert hogy pluszt ad a terméknek, plusz élvezeti értéket, és szerintem vizuális megjelenését is javítja. Nekem legalábbis jobban tetszik egy ilyen aranyló-sárga ital, mint a szintelen. De azért is jó, mert lehetőséget biztosít arra, hogy sok évjáratot tartsál, és ezekből az évjáratokból, ugye a mezőgazdasági alapanyagból indulunk ki, egyértelmű, hogy évről évre változik a minősége. Ennek és hát nem csak emiatt változik, hanem nem tudsz két egyforma árjesztést csinálni, nem tudsz két egyforma desztillációt csinálni, pont a dolog összetettsége folytán, és hát ebből aztán kialakult egy mondjuk ipar az iparon belül az élelésnek a tudománya, amiről valami kevés szakirodalmat lehet elérni a világba. Erre inkább vigyáznak, mint a desztillációs technológiára, és hogyha mondjuk megnézzük, hogy ha te most a Playboynál dolgoznál, akkor nem engem kerestél volna meg, hanem a pincemesteremet. Figyeld meg, hogy kiket a blendereket, meg a pincemestereket keresik, azokat interjúolják, mert azok jelentik a szakma csúcsát. Azért jelentik a szakma csúcsát, mert maga a desztilláció az egy viszonylag egyszerű folyamat abban az esetben, hogyha meg vannak határozva a paraméterek, hogy mettől meddig ide, ebben a tartályba szeded, attól addig abban a tartályba szeded, onnantól addig. Ugye most már lehet kapni olyan berendezéseket, amik automatizáltak, lefőz egyet a mester, és akkor utána a gép a többi italnak megfelelően főzi. Tehát nem egy nagy tudomány ellenben. Ami a pincében történik, az már végképp nem automatizálható. Hogy ez mennyire így van, a Hennessy-nek, ugye az egyik legpatinásabb konyakház, a pincemestere, 7. generációs. Ami azért azt mutatja, hogy ott megéri gyerekként a homokozó lapát helyett a pince hűvösét választani, és hát ezt nyilván meg is teszik, és hát ilyenkor az ember irigykedve gondol arra, hogy mi mekkora tudás lehet ott. Hozzászámítva még azt, hogy ők egyféle alapanyagot használnak, ugye, bár háromféle szőlő van, de 90%-a az egyféle. Tehát gyakorlatilag egyféle alapanyag, szemben mondjuk a magyar gyakorlattal, ahol 40x-féle gyümölcsből főznek pálinkát évente, és a figyelem 40 felé oszlik, meg a tudás. Önálluk egy dologra koncentrálnak, és azt mondjuk 7. generáció óta, mondjuk hát a 150-200 év tapasztalata. Ez hát van egy kis hátrányunk, amit be kéne hozni, de alapvetően mondom, a hordós érelésnek az a két nagy előnye, hogy egyrészt
ugye hozzáadott értéket biztosít a terméknek, illetve lehetővé teszi, hogy a sok különböző minőségű évjáratból egy állandó minőséget állítsanak ki, és emellett persze lehetőség van arra is, hogyha valami kiugróan jól sikerül, akkor azt ilyen single barrel, vagy valami selection, vagy akármilyen címszó alatt, mondjuk 10-szeres áron, vagy 100-szoros áron piacra dobják, mert erre is van kereslet, és erre is van vevő. Tehát megvan a lehetőség ott is a kiugróan jó minőségnek a elismertetésére és a piacra vitelére, ugyanakkor megvan lehetőség egy állandó és jó minőségnek a biztosítására. Hát körülbelül ennyi a tölgyfahordós, illetve hát a fahordós élelésnek az oka. Az a bánatom, hogy lejárt a műsoridőnk, pedig még felírtam vagy három kérdés, de én azt javaslom Miklós magunknak, hogy ha még lesz érdeklődés a követőinktől, akkor csináljunk még egy adást veled, és akkor még azokat a kérdéseket is megbeszéljük, azok nem annyira vidám témák, mint a most. De tudom, hogy arról is kell beszélnünk. Szóval akkor Kovács Miklós volt a mai vendégem. Köszönöm szépen, Miklós. Hát köszönöm, hogy megkerestél és meghallgattál. És üdvözlöm a követőidet is.